Főtisztelendő paptestvérek, Krisztusban szeretett testvéreim! Néhány évtizeddel ezelőtt még arról beszéltünk, hogy tabu a halál, hogy az emberek nem mernek róla szólni, nem úgy, mint régen, és egyébként is az emberek zöme kórházban hal meg, úgy nőnek föl a mai fiatal nemzedékek, közvetlen közelségében nem találkoznak az emberi halállal. A mai időkre annyiban változott a helyzet, hogy megpróbálták szekularizálni, elvilágiasítani, hogy ne mondjam, profanizálni a halált. Elég csak napjaink média eszközeire gondolni, szinte ilyen-olyan formában előbukkan a halálnak vagy egy ilyen üzletesített változata, vagy pedig egy teljes degradálása. Hát csak a napoknak a gyűjteménye, ami úgy eljutott tudomásomra. Hello Halloween! Kísértetiesen olcsó árak. Az Amerikából idejött mindenféle babonás kultuszt, még a falvak is átvették, éppen ma is láttam, még új teleken is, hogy ki van téve, a sütőtök kifaragva halálformájúnak. És kísértetiesen olcsó árak, hogy ebből is üzlet legyen. Hogy a reggeli órákban hallgatom a rádiót, hogy hát igen, a kisállat temetőnek is megnövekedett a forgalma. Most már arról is van szó, hogy a kisállatokat is hamvasztani kell, sőt úgy kell biztosítani őket, mint az embert, hogyha meghal, akkor egy biztosító fizessen a kisállat kimulásáért. És hát ennek is meg kell adni a rendjét, a szertartását. Vagy délután egy erdélyi román temetőre, Szaploncán fordították a figyelmet, tele román föliratokkal, vidám temetőben, mindenféle bökversek vannak a rendes sír föliratok helyett. Aztán az úgynevezett tudományos műsorban beszéltek olyan öregségről, amivel nem jár együtt az öregedés, és nem jár együtt a sok betegség, mert hát a tudomány majd el fog oda jutni, hogy a mai nemzedék megéli vígan a 90-100 évet mindenféle nagyobb megrázkódtatás nélkül. Hát ez a mai embernek is lehetne egyféle jellemképe, tükörképe, mert a temetkezési kultúra az mindig az életnek a kultúráját is követi. Hát gondoljunk arra, hogy maguk a síremlékek is hasonlítottak a házakhoz, hogy voltak ilyen szinte gótikus nagy obelix-szerűségek, aztán kisebb síremlékek, a kolumbáriumok pedig a mai panelházakra emlékeztetik az embert. Irgalmasság évében arról is lehetne szólni, hogy az irgalmasság testi cselekedetei között ott van a halottaknak az eltemetése. Ez már az antik világban is nagyon fontos volt, hogy eltemessék a halottakat, kezdve Antigonétől, Tóbiáson át, még azt is vállalták, hogy halottaik eltemetése miatt büntetés szenvedjenek. A kereszténység tisztelettel, kegyelettel gondolt a halottakra, hiszen magát Jézust is egy olyan sírboltba helyezték, amelyben még senkit sem temettek. A halottak eltemetése ma is időszerűvé válik,
nem azért úgy, mint régen a csatatereket meg kellett tisztítani a mohácsi csata után, Kanizsai Dorottya 400 jobbágyával temette el az elesett hősöket, hanem azért, mert annyira magányossá válnak emberek, hogy sem életükben, sem halálukban nem törődnek velük. Döbbenetes dolgok vannak, hogy valaki meghal egy emeletes házban, egy panelházban. Hónapok telnek el, már foszlik és mindenféle következménye van a test fölbomlásának, és akkor kezdenek nyomozni utána, vagy egyre gyakoribb, hogy az elfekvő betegeknek a holttestét nem viszik haza, ha hamvasztják, akkor sem. Ma is felszólító jel lehet és parancs az irgalmasság testi cselekedete, hogy a halottakat temessük el. Hittani kongregáció ismét szólt ebben a témakörben. Valójában itt arról van szó, hogy a keresztény temetésnek ki kell hangsúlyozni az Istenbe vetett remény és az ember iránti tiszteletnek a jellegét. Azért is nem engedte sokáig egyházunk a hamvasztást, mert olyan meggondolással hamvasztatták el sokszor az emberek magukat, hogy hát úgy sincs semmi, Isten nem tudja összeszedni a mi haló porainkat, de hát nincs is erre szüksége, mert mindig az a testünk, amit lelkünk éltet, és Isten ilyen formán a föltámadt test állapotába öltöztet be bennünket. És aztán az is, hogy méltatlanul az ember végső maradványainak szétszórása sokszor ezzel jár. Még amikor Pesten voltam, már akkor elkezdték a szóró parcellában való temetést, és ám megtörtént olyan, hogy szétlőtték a porokat, ha úgy hozta a szél, az embernek az arcáról is kellett törögetni a halotti porokat, vagy pedig ott bemosták, és elment a városnak a szennyvíz vezetékébe az a víz a csatornákon keresztül, amiben a halottak porait tették. Valamiképpen ezt akarja újra a hitani kongregáció figyelünkbe ajánlani, hogy legyen meg a keresztény temetésnek egyfajta hitvalló volta, másrészt adjuk meg az emberi testnek a tiszteletet és méltóságot. Aztán a halottak napja arra is való, hogy a halálról távlatosan gondolkodjunk, amikor valakinek éppen időszerűen van egy hozzátartozója, aki meghalt, akkor közel sem tud úgy a halálra gondolni, olyan fajta magaslatról, mint amikor közvetlen gyász éri őt. A keresztény ember készül a halálra, respice finem, tekintsd a véget, és a papi imádságnak így fejeződik be az utolsó mondata, nyugodalmas éjszakát, s a jó halál kegyelmét adja meg nekünk az Úr. Hát mit értünk a jó halálon? Hát az, hogy legyünk fölkészültek, és nem véletlen, hogy a jó halál kegyelmét, a jó halál védőszentjét, Szent Józsefben látjuk meg, mert így tartja a szent hagyomány, hogy halálos ágyánál ott volt Jézus, aki még nem kezdte el nyilvános működését, és ott volt Szűz Mária. Ha valaki magányosan hal meg, az még inkább megnehezíti az elválást, és még inkább megnehezíti, ha értelmének használatánál van ezt a végső küzdelmet. De ott vannak azok, vagy tud azokkal találkozni,
akik szeretik, akkor az is emberibbé válik. Márpedig ott, ahol Jézus ott van, és ott van Szűz Mária, legalább lelkünkben, akkor ott könnyebbé válik a halál. Hiszen Szűz Máriát kérjük is minden imádságunkban, hogy imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. És Jézus, aki átment a halálnak a folyosóján, előttünk megy, hogy számunkra azért mássá legyen a halál, mint annak előtte volt, amikor az ember még az örök élet hitében nem kapott olyan megerősítést, mint Jézus Krisztus föltámadása után. Ha valakit, olyan fiatalon vagy, ő középkorú emberként ér a halál, akkor azt szoktuk mondani, hogy Isten hazahívta magához. De öregek is néha mondják ezt, hogy hazahívta az Isten. De ne csak egy oldalú legyen, hogy az Isten hív bennünket, hanem valamiképpen mi is hívjuk őt arra, amikor majd találkoznunk kell vele, hogy legyen a fölkészült a lelkünk. Meg lehetne magunktól kérdezni, ha tudnánk, hogy rövid időn belül meghalunk, a gyászjelentésünkre egyáltalán íratnánk-e valamit, vagy esetleg a síremlékünkre. Tetetnénk-e oda valami gondolatot, hiszem, az is sok mindent kifejez. Hadd mondhassam el azt, hogy évtizedekkel ezelőtt, amikor hát még apám jól bírta magát, és csak úgy néha eszébe jutott, hogy hát ha ő is meghal, akkor hogy legyen, akkor egy otthoni ilyen bronz Krisztus fejet, van ilyen sok helyütt a keresztény katolikus családokba, azt mondta, hogy hát majd a síremlékemre, vagy a síremlékünkre tegyétek rá ezt a tövis koronás Krisztus fejet. Hát ugye el is felejtődött teljesen, közben mindenféle rendezkedések, festések, mi egyébek voltak otthon is, és valahogy el is került az egyik szekrénybe ez a bronz Krisztus fej. És a halála után, amikor hát felállítottuk a síremléket, akkor én magam is akartam keresni egy gondolatot, hogy hát legyen ott egy mondat a Szentírásból, hogy írassuk rá. És hát hív a húgom, hogy megtalált ezt a Krisztus fejet, és hátulján a jelenések könyvéből oda volt írva az, amit apám a sírkövére íratni akart, és azt is írtuk rá. A jelenések könyvének utolsó előtti sorában, a 22. fejezet 20-as versében ez van, ámen, de ő magyarosan írja, hogy úgy van, jöjj el, Uram Jézus. Ezt kérte, hogy ez legyen a síremlékém. Nem csak azt kell mondanunk, hogy az Úr magához hív bennünket, hanem nekünk is kérni kell, hogy jöjjön értünk, és a halálunk valóban boldog halál legyen. Mert a boldog halálon nem azt értjük, hogy bár annak is nagyon örülnénk, hogyha sok szenvedést kikerülve, mint egy elaludnánk az Úrban, de hogy célba érjünk, mert ez a legfontosabb a keresztény életben. Ezért is már a régi katekizmusok az értelmét alig használni tudó gyerekkel megtanították, miért vagyunk a világon. Azért vagyunk a világon,
hogy Istent megismerjük, szeressük, és ezáltal a mennyországba jussunk. Az emberi életnek a célja ez lehet, mert különben mindent elhibáztunk, és az Istenhez eljutva az üdvösségre föltámadjunk. Halottak napján a kestén, amikor az összes elhunytra, főként az általunk ismertekre, és aztán szeretteinkre gondolunk, imádkozunk értük az Úr irgalmát kérve, akkor gondoljunk arra, és kérjük, hogy amikor eljön a mi végső óránk, akkor hívjuk az Urat, hogy ő befogadjon bennünket örök országába. Amen.